A napokban állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása történt Püspökladányban. Egész pontosan a Magyar Honvédség által felajánlott eszközöket kapott az önkormányzat körülbelül 500 ezer forint értékben. Ezeket az eszközöket a honvédség már nem használta, de még mindegyik nagyon jó állapotban van. 2008-ban indult a kezdeményezés Lövei Csaba tűzoltó parancsnok felvetésére és közben járására. Városunk ekkor csatlakozott az igénylők sorába, s igaz, hogy közel 4 évet kellett várni, de a napokban megérkeztek az eszközök. Ezekről a honvédségi tárgyakról Arnold Sándor polgármester úrral beszélgettünk anno, és ő mondta az ötletet, ő adta az ötletet, hogy hallott ezekről az eszközökről, hogy lehetőség van állam által már nem használt tárgyak ingyenes átadására önkormányzati tulajdonba, és 2008-ban kezdtük el ezeknek az eszközöknek a felmérését, felkutatását. Következőképpen történt az elindulás, polgármester úrral, ahogy majd mondtam is, egyeztettünk akkor, és elmentem több katonai laktanyába, ahol ezek az eszközök fel voltak halmozva, és ott, ami még volt, és amikből lehetett válogatni, azokból egyeztetések után meg lettek határozva, hogy melyek azok az eszközök, amelyek kerülhetnek a püspökladányi önkormányzat tulajdonába. Lövei Csaba több laktanyába is ellátogatott, és felmérte, hogy miket lehetne megigényelni a város számára. Volt Budapesten, Kalocsán, és végül egy listát állított össze az önkormányzat számára. Amikor én elmentem ezekre a helyekre, és felmértük, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor egy listát összeállítottunk, és az önkormányzat határozott erről, hogy ezek közül mi az, amire pályázik, és mi az, amit szeretne megkapni ingyenesen. Ezeknek a tárgyaknak az a jelentőség, hogy ezek még használható eszközök, és ezeket ugye, hogy az önkormányzat ingyenesen megkapta, így ki tudja osztani, át tudja adni az önkormányzat a saját intézményeinek, és ott további hasznosításukat történhet. Ezek az eszközök még én úgy gondolom, hogy több évig szolgálhatják a lakosság, az intézmények dolgozóinak a munkáját. A lista elkészült, az önkormányzat pedig átnézte és kiválogatta a számára szükséges eszközöket. Majd egy időre megrekedt a folyamat a honvédség részéről. Aztán újra elindultak a tárgyalások, és az egyik tavalyi testületi ülésen elfogadta az önkormányzat a határozatot a végleges igényről. Az eszközök pedig most megérkeztek, a város intézményei kapják majd meg hasznosításra, tudtuk meg Kis Zsigmond alpolgármestertől. Hozott a testület egy döntést, kaptunk egy listát, hogy mik azok az eszközök, amiket tudunk esetleg itt hasznosítani. Hozott a testület egy döntést 2011. januárban, hogy akkor igényt tartunk ezekre az eszközökre, és 2012 évvel már felgyorsultak ezek az események, megkötések került egy szerződés, miszerint ezek az eszközök a Ladány város tulajdonába fognak kerülni. Tulajdonképpen nekünk csak az eszközök elszállításába kellett beszállnunk, azt egy helyi vállalkozó végezte, és annak az üzemanyag költsége merült fel tulajdonképpen. Egyelőre még ugye folyamatban van ennek az elbírálása, hogy ki melyik részét tudja hasznosítani. A tárgyak eszközök válogatásánál odafigyeltek arra, hogy minél hasznosabbak legyenek majd a város intézményei számára, így szekrények, padok, táblák, ágybetétek, asztalok, előszobafalak, olajkályhák és betonkeverők is érkeztek. Elég hosszú lista volt, ami ezen szerepel, főképpen asztalok, táblák, iskolai táblák, különböző eszközök, székek, amiket kaptunk, de vannak ezek között matracok, és egyéb eszközök is. Ott a város egy lajtkocsit is, amiben az ivóvizet tudjuk majd szállítani, ezt mindenképpen majd a mintaprojektben dolgozók fogják megkapni. Mégis láthatjuk azt, hogy itt a mintaprojekttel kapcsolatban már ugye a kollégák hasznosítják az asztalokat, az asztalokra kerültek a különböző palánták meg a magok elültetésre. Vannak ilyen melegítő kályhák, székek, azt hiszem 20 darab ilyen székünk van, meg tábori asztalok. A kapott eszközök között található a már említett lajtos kocsi is, hatalmas tartálya hőszigetet, amiben több ezer liter vizet lehet tárolni. Tartozik hozzá egy kézi szivattyú is, aminek nagy hasznát veszi a város. Meg vannak vezér, amivel fel kell tölteni a szivattyút. Ez egy lajt kocsi, ivóvizet hordtak valamikor a seregbe, most megkaptuk az önkormányzat, megkapta. Én úgy emlékszem, olyan 2000-2500 liter körülbelül. Ez hőtárolós, úgyhogy ebben el lenne én szerintem 2-3 napig is, mert a meleget is bírja, meg a hideget is. Ez az ivóvízellátás, a lényegében az a izé. Ebben lehet mozgatni bármikor.
hogyha valahol kint dolgoznak az emberek, olyan hely, ahol nincsen kút, ott tudnak inni. Vagy kezet mosni, vagy bármire használhatják. Ezen a féket, a világítást, mindent rendbe kell tenni, le kell festeni újra, meg az ideit kijavítani, a lemezmunkát, úgyhogy van mit javítgatni rajta. Püspöklenány tehát egy lehetőséget kapott, amivel élt. A megérkezett eszközök mindegyike ki lesz osztva, és a megkímelt állapotban lévő kellékek még évekig, akár évtizedekig is szolgálhatják a dolgozókat, illetve az intézményeket.